Üdvözlök mindenkit, én Szovikasz, mint láthatjátok a MudRunner című játék, abból is egy végigjátszásos sorozat, csak előtte bemegyünk ide a beállításokba, hogy láthassátok, hogy hogyan, miként van beállítva itt nekem a játék, illetve hát nekünk majd a játék. Úgyhogy nagyjából így röviden tömören itt így ennyi hangokat, és remélem, hogy jól lőttem be, úgyhogy bízok benne, hogy minden királyságosság lesz. Na! Aki esetleg nem ismerne ezt a játékot, hát röviden tömören egy ilyen szállítmányozós, stratégiai szimulátor játékról van szó, ahol hatalmas nagy kamionokkal kell, hát saras, vizes, földes utakon keresztül szállítmányoznunk farönköket, A-ból B-be, B-ből C-be, és így szépen tovább. Közben ugye a pályákon vannak felelhető garázsok, amiket ki lehet oldani, illetve vannak zászlók is, ugye kilátópontok, amiket szintén meg lehet oldani. Na, lényeg a lényeg, hogy itt van az egyjátékos mód, és lényeg a lényeg, hogy nekem per pillanat megvan az alapjátéknak a 6 pályája, illetve a DLC-kből 3 darab. És ami érdekessége lesz ennek a végjátszás sorozatnak, hogy nem egyedül fogom ezt a játékot végjátszani, hanem párban fogjuk Kast kollégával, akivel majd nem sokára majd össze is csatlakozok, aztán akkor majd hát úgymond kooperációban, multiplayerben, több játékos módban fogjuk az első 6 pályát elsősorban végigjátszani. A következő dolog az lesz, hogy szerintem ezt az összes pályát nehéz fokozaton, tehát hardcore fokozaton fogjuk végigjátszani. Láthatjátok, hogy gyakorlatilag itt van ugye a mocsár, a sziget, a tengerpart, az átkelés, a lesiklás és az özönvíz nevezetű pályát, amiket ugye én már megcsináltam annak idején egyedül, felvételen kívül normál módban és nehéz fokozaton is, úgyhogy ha úgy nézzük, akkor van egy kis gyakorlatom a játékban. Úgyhogy nagyjából röviden, tömören így ennyi a nagy felvezetés a játéknak. Amúgy OBS-en belül úgy fogom beállítani az egész mindenséget, hogy én 100%-on legyek hallható, a játékot azt 50%-os hangerővel fogom felvenni, illetve Kastnak a hangját is, és Discordon keresztül fogunk majd egymással kommunikálni. Hogyha esetlegesen vannak ilyen hangi problémák, akkor igazából én szerintem az csak a Discordnak a problémája lehet, hogy esetleg ilyen visszhangzások, vagy hangbéli pattogások, vagy nem tudom, hogy esetlegesen így elnémulások, vagy valami ilyesmiket. Hogyha ilyeneket tapasztalnátok, akkor hát elnézéseteket kérem, de sajnálatos módon én csak ki tudtam megoldani. Illetve a másik az, hogy gondolkodtam azon, hogy OBS-sel vegyem-e fel, vagy az Nvidia-nak a felvevő programjával, viszont hogyha az Nvidia felvevő programmal veszem fel, akkor nem tudom beállítani szinkronba a hangokat. És lehet, hogy Kast az, lehet, hogy túl halk lesz, vagy túl hangos, és így, de így OBS-sel így nagyjából így meg tudtam így oldani, hogy legalább a hang az jó lesz, legalábbis szerintem. Képileg lehet, hogy lesznek furcsaságok, lehet, hogy lesz egy-kettő képkocka frissítési hiba, de így, így tudtam megoldani. Na, szóval igazából nem is húzom tovább az időtöket, lényeg a lényeg, hogy én közben bemegyek a több játékos módba, közben felveszem Kasttal a kapcsolatot, aztán nem sokára visszatérünk. Úgyhogy ha valakinek felkeltettük érdeklődését eme játék iránt, akkor hát nyugodtan vásárolja meg, illetve tartson velünk. Számításaim szerint körülbelül egy olyan 10-12 órányi videóanyagra lehet számítani, amit én szerintem olyan nagyjából 1 órás részekre fogok feldarabolni, tehát ez a 45, 1 óra, 1 óra 15 közötti időkre számítsatok. Jó, nagyjából így ennyi. Úgyhogy, srácok, lányok, nem sokára akkor visszatérünk. Na, akkor üdvözlöm mindenkit. Ez így van. Itt van MudRunner, itt van Szovi kolléga. Meg itt van Kast kolléga. Na, és akkor kiválasztunk egy pályát. Hát menjünk sorba, nem? A mocsár, igen. Vagy mi a bog. Az a első. Egyébként, ha összesen nézzük, egyébként baromi sok pálya van. Összesen van 11 varázslatos. De mindegyik pálya majd 2 óra. Igen. Hát hogyha egyedül. A bug a legnehezebb a egész játékban. Szóval mi szenvedni fogunk fel. Ne is nézzétek nagyon nálam egyébként, mert nekem megvannak a DLC-k, túl sok. De minél több pályát teljesítünk, minél több rakományt lerakunk, annál több kocsink lesz. Szóval
próbáljunk meg minél jobban teljesíteni. És ha valaki játszani akar, most egy kis apró tutoriál a kezdő medrunnerösöknek, mert gondolom Szobinál már mindenki látta a medrunnernál, meg a talán a Spin Tires-t, hogy a medrunnert, ha multiba akarjátok játszani, és bent vagytok már a pályán, akkor ne nyomjatok nagyon escape-et, meg ne lépjetek ki az asztalra, mert automatikusan széjjel dob mindenkit. Tapasztaltam elég is sokszor. Én meg választogatok kocsikat. És itt most az van, hogy igazából amit te választasz kocsit, az, az nálam is ugyanaz lesz, vagy külön-külön vagyunk? Külön-külön. Ó. Oh. De akkor is nyomhatjuk izébe a hardcore-ba. Nagyon hardcore-ba akarod be? Akkor nagy szenvedések lesznek. Jó, hát annyira nagy szenvedés nem lehet. Hát figyelj, ezt a mocsaras pályát igazából még hardcore-ba tudjuk tolni, mert hogyha együtt maradunk, akkor bármelyikünk is elsüllyed, a másik ki tudja húzni. Jó, akkor első kell magyarázom, hogy mi a kazuál, csak hogy vágjuk. Ha megsérülünk, akkor megsérülünk, meg lehet javítani. A tank az fogy, de adott esetben bármennyi szeúra lehet tölteni. Utat lehet követni, és pár achievement zárva marad, meg ugyebár a garást unlockolni lehet. Na, ezzel ellentétben a hardcore fokozat sok más újdonságot is tartalmaz. Abszolút gépekkel kell rárakatnunk a fát a kocsinkra, ami, hát hogy fogalmazzak, hozzá kell szokni. Nem tudom, hogy te mennyire tudtál hozzá szokni. Gyakorolgattam. Tehát van az úgy, hogy néha rossz gombot nyomok, és így eldobom a rönköket a francba, de semmi probléma. Rám csinálta azt, tehát a egyik röng még a Spin Tires gyakorló próbámnál, hogy fogtam, leraktam, és így fogta a rönk, és így eldobta a kocsimat. De így rendesen, úgy kb. 7 métert repültem. Mondom, jó van, annyira nem szavar, úgyis arrébb akartam jönni. Meg magában, hogy a garázshoz dupla pont kell, főleg multiplayerbe. És még vannak ilyen dolgok, hogy maga a spannolt cuccok is mások lesznek. Biztos ebbe akarjuk nyomni? Figyelj, megnézzük aztán, hogyha sikerül ezt a hardcore-t lenyomni, és túlságos a hardcore, akkor a többi pályát már normálozhatjuk. Csak azért mondom, mert a több bog a legnehezebb pálya szerintem. Mindegy, megnézzük, hát max szívunk egy kicsit, hát most na. Én úgy vagyok vele, hogy nem cserégetek így autókat. Azt választom, amit az izé ad a rendszer. Ezt a Zilt, meg az Uralt, meg az Uaszt. Az ugye kicsit nagyon beteg lesz, ugye tudod? Hát jó, Zil az legalább szépen, lassan halad, keveset fogyaszt, cserébe nem megy. Az Ural erőteljes, viszont sokat zabál. Oké, akkor kezdjük hardcore-ra fel. Ja. Isten. Mind meghalunk. Ja, várj, ez nem az a játék, nem mentél. Mind meghalunk, úristen. Na. Itt lehet kiválasztani azt, hogy megérkezett Szovi, én meg így... Mi volt ez a ping áradat? Nem tudom. Azt írja, hogy ping 113, meg 83, és hogy rossz kapcsolat. De most már jó. Nagyon jó. Kicsit azért nem így laggol, szóval én még állítanék azért a grafikán. Nem kell állítom, bárja, be kellett tölteni. Betöltött. Na már, és még beülök. Ja, az Uralba. Most ülök az Uralba. Aha, mindjárt uralom itt a helyzetet. Gondolom, ja tényleg te magyarul játszol. Ja. Jó, én egyébként angolul. Jó, én elszoktam hozzá. Mondom akkor, mi a lényeg, csak hogy mindenki értse. Bal felül lehet látni ugyebár az iránytűt, az alapján tudjuk eldönteni, hogy merre vagyunk. Az alatt az órát, az óra azért fontos, mert tudjuk, hogy milyen éjszaka van és hogy mikor lesz nappal. Azért a pályát tudni kell, hogy merre, hány méterre. A travelt, az gyakorlatilag, hogy milyen messze vagyunk attól a ponttól, amit kijelöltünk. És van külön menü rendszere a járműnek. Különböző menü tulajdonsággal, például azt volt, hogy tud elindítani a motorját, meg ilyenek.
Például most indítottam el, csak egy példakép. És akkor a kéziféket babrálni kell, ami azt hiszem... melyik gomb az? Kézifék, szó köz. Szó köz? Hát nálam szó köz. Az... az összkerék meghajtás, az... az a duda, igen. Vagy az E, vagy a Q. De szerintem az E. E. És a G-vel lehet gyakorlatilag dudálni. Igen, G mint duda. G mint duda. Lehet felrakni ezt a dolgokat egyébként a kocsinkra. Bizonyos dolgok nagyon sokat segítenek. Ez gyakorlatilag ez a menü csak a garázsban jelenik meg. Jobb felső sorokban, hogy kik játszanak. Jobb alsó sorokban, hogy milyen... mibe akarjuk berakni gyakorlatilag a váltónkat. Ez fontos, mert ha valaki tolatni akar, akkor azt is így tudja megtenni. És ha valaki mondjuk húzatni akarja a másikat, érdemes üresbe rakni. Ja. Mert akkor egy ilyen, hogy fogalmazok, ilyen nagyon elbaszott... hát vonatozás lesz az egészből. De arra emlékeztetően, amikor így az ősökkel így vonatoztatok a... ilyen ünnepségeken. Nálunk már voltak ilyenek, baromi kínos, de vannak ilyenek. Na, és van különböző dolgok, amiket föl lehet rakni a járművekre. Például, amit én most itt előre felraktam, az kivált abban segít, hogy ne dőljek előre és sebződjek az miatt. A második azt hiszem a még nagyobb tank. Nem. Akkor mit? A második mit is csinál? Elfelejtettem. Ja, a csörlőrendszert. Azt. Előre rak egyet. Lehet különböző tartályokat rakni a hátulra, amivel leginkább olajat lehet vinni. Valamihez pedig kell ugyebár trailer. A trailer meg, azt is majd mindjárt megmutatjuk. Van külön trailer, meg van gyakorlatilag ez az egybe hosszabb trailer is. Van garázs alkatrész, ez is fontos. Lesz a játék folyamán. Ebből van nagyobb, kisebb, mindegyik más minőségű pontot ad. Ha valaki ezt meg akarja nagyon tanulni, akkor rámegy gyakorlatilag az adott kiválasztott garázs partra, és akkor kiírja, hogy 2 garázs pontot ad. 4 garázs pont kell gyakorlatilag egy föloldására, kazuál módban. Hardcore-ban nem tudom mennyi. Hát mivel ketten vagyunk, ezért 8. 8. Tehát én most viszek magammal 4 garázsnyi pontot, ha most te is hozol, akkor legalább meg tudjuk oldani az éjszakon... éjszakon? Én, de éjszakon lévő izé. Lehet, hogy délre van. Garázs. És van ugyebár több dolog is, amivel lehet fát szállítani. Van például kisebbek, van például ez a log-carriage, ebbe úgy például 3 pontosat lehet vinni. Van itt például a log-carriff, amivel lehet 4 pontosat vinni. Ez fontos, mert a 4 pontost is úgy lehet vinni, hogy van még egy hátsó. Csak úgy lehet vinni. És van még egy hosszabb fajta, arra meg kiváltképpen ott van a long. Lehet plusz kereket vinni, hogyha mondjuk javítani kéne a kocsin, ez fontos. És van ugyebár trailer hatch, amit például most Szovi kolléga... pont nem használsz. Hát azt nem, mert ugye erre nem lehet a izére. Mi ez? Zeal. Zealnek nem lehet az elejére felrakni. Ugye ez B osztály, a C osztályosokra lehet rakni az elejére. Mm-hmm. Sajnos. Akkor én majd hozok. Jó. Ami nagyon fontos lenne, az a térkép. De megindul, imádom. Ugye? Igen. Ez a legjobb része a játéknak. Kicsit a hangot lejjebb veszem, nehogy meg se füljenek. Hát én is levittem a hangerőt, úgy nagyjából így az első betűig. Mert amúgy rettenetesen hangos. Oké.
egy dolgot nem értek. A térképet. Na, az hogy lehet elővenni a Westlight-on egy... F1. F1 mint térkép. Uh-huh. Jó. A térképnek bizonyos része is sajnos nem látszódnak. Azokat föl kell oldani. Nálad látszódik minden? Nem. A kilátó pontokat miatt ugye nem lehet látni mindent rajta. De hát majd megoldjuk. Azokat föl kell oldani, és a térképen még lehet pár dolgot látni. Itt lehet gyakorlatilag kocsit cserélni, itt legalább így szoktam megoldani, leginkább. Itt kírja, hogy gyakorlatilag hol vannak a trackok. Ha rámegyünk, adom nekünk se egy nyíl oda-visz. Akkor nem is sokat tud nekünk segíteni. Vannak olyan járművek, amik még le vannak zárva. Ezeket a pályán lehet majd felfedezni. És a bizonyos kilátókat is föl kell oldani hozzá, úgy mint gyakorlatilag a Spin Tires-be. Szóval, a másik, egyébként még kérdezték is nálam, hogy lesz-e még Spin Tires-ből valami. Nem mondom, lesz, persze, hogy lesz. Az egyik olyan játék, amit én imádok. Csak kicsit necces lesz minden egyes pillanat. És szerintem én azt fogom csinálni egyből, hogy váltok a másik járműre. És felfedezem a watchpointokat. De akkor hozhatsz magaddal valamit, mert igazából én is arra megyek, hogy hát erre indultam el. És pont azok az útszakaszok, vagy mi új szakasz. Tehát a garázsig két kilátópontot fel tudunk fedezni, mert az végülis pont az út mellett van. Az egyikkel felfedezem, a másikkal meg majd ügyeskedek. Igen. Yeah. Úgy vagyok vele. Most gyakorlatilag a gyengébbet viszem. Vagy legalább akkor azzal haladjak. Akkor di megválak itt a másikkal, aztán majd megyünk együtt. Érdemes egyébként, mert a legelején én mindig így játszottam ezzel a játékkal, hogy fogtam, mindegyik dolgot meglestem, hogy hol vannak a kilátók, a látott, aki látott. Uh-huh. Na, menjek előre, vagy mész előre? Szerintem megyek előre. Jó. Ezben itt megjelölöm azért pontot, hogy legalább legyen egy úti tervünk. Vagy valami olyasmink. Vagy valami szerű, igen. Igen. Mondjuk nagyon nem tudunk eltévedni. Ja, hát ezen nagyon nem. Az ember követi itt az utat, akkor végülis nem tévedhet el nagyon. Mondjuk vicces lenne ilyen helyen eltévedni. Mm. Oké. Okay. Előző balról. Jó. Ujj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 j
Vagy leslagozod. Ja. Egyébként belenéztem a medvenes videóba. Igen. És azon gondolkoztam, hogy igazából valamennyien jól magyaráztad el, hogy miről szól a játék. Csak igazából ez egy full szimulátor is lehetne, gazdálkodj okosan. Igen. Kiadásban. Hogy benzint kell csinálni, meg menni kell, meg gyakorlatilag az úti terv. Fontos ez. De miután egyébként játszottam Madrunner-re és visszatértem a Spin Tires-re, egy érdekességet vettem észre, hogy a fele pályák a Spin Tires-be azok benne vannak a Madrunner-be is. Igen. Szóval egy ilyen 4 pályát ki fogok lőni majd a Spin Tires végigjátszásomból. És akkor a Madrunner-be majd végigvisszük. Talán most van nem kell differencia. Meg nem kell összkerik. Ja, hogy azt kell arra odafigyelni, hogy, a differenciál van, akkor ugye csak egyesbe lehet menni. Mert kettesbe szétszedi a motort.
úgy ahogy van. Uh-huh. Az összkeréket, meg hogyha be van kapcsolva, akkor dupla annyi üzemanyagot fogyaszt. Igen, csak hát dobom fölfele, mert hát eléggé nehéz már. Hát igen, szóval így hát néha be kell kapcsolni, néha ki kell kapcsolni. De amúgy erre meg rá kell érezni az a helyzet. De azt hiszem itt igazából az elején még tök mindegy, tehát itt meg lehet azt is csinálni, hogy az összkerék be van kapcsolva végig, mert közel van minden, szóval nagyon nehezen lehet kifogyni. Jaj. Ú, én már várom egyébként a kargós részeket. Ugyebár végig nyomta egyébként Szovi a hátrakot, és nekem eszembe jutott végül annó, tehát hogy én az első résszel játszottam. Azt nagyon imádtam, de annyira régen volt már az. Jaj. Az ilyen dolgokat meg úgy elfelejti az ember, még nem kéne. Hát jó, én se játszottam volna végig, hogyha nem lett volna fönt a GOG-on. Ebbe is van valami. Tehát így egész... Sok éve vártam arra, igen, hogy mondom, hogy azzal kéne csinálni valamit, csak hát az a CD, ami nekem megvolt, az Windows 98, meg XP. Most itt káromkodok olyan szavakat, amiket az emberek nem is ismernek. Tehát így azokra íródott. És így hiába tettem be Windows 7 alá, 8.1 alá, 10 alá, így visszakérdezett a rendszer, hogy mit akarsz. Nem csodálkozok. Úgyhogy Isten áldja, aki a GOG-ot kitalálta. Tényleg a csörlő. Ha már ott vagyunk. A csörlő az melyik gomb? Hát hogyha a V betűt megnyomod, akkor elvileg utána ugye az a haladó mód, és akkor úgy egérrel ki lehet jelölni, hogy na akkor hova. És azt hiszem utána pedig F-fel. Hogyha az F-et nyomva tartod, akkor tekeri fel. Élek, én itt differenciálzál, aztán kész, mert nem haladok semmit. Hát, én már kezdek kifogyni eléggé rendesen a benyóból. A benyabolyból. Mm. Ja, hát annak a zílnek, amiben azt hiszem vagy, annak az egy hátránya, hogy oké, hogy erős, meg minden, csak vadi sokat zabál. Hát már alapból 14, ha összkerék. Ja. Hát nekem, ja, 14 az összkerék, plusz hogyha még valamit vontatnám magaddal, akkor lenne 20 is. Én meg így ezzel a kis urallal, vagy nem ural, nem tudom mivel vagyok, nem mindegy, ezzel a kis B-típussal meg 12-t zabálok összkerékbe. Úgyhogy közben vontatom itt a garázspontot. Egyébként nagyon gondolkoztam, hogy haveromat majd elhívom, és akkor majd játszunk így 3-asba vagy 4-esbe. Csak hát minél több ember van, lenne ezek összeszervezni. Ja. Másik haverom csak annyit mondott, hogy Black 4 Blood kijött, azzal kell játszani, Black 4 Blood. Na jó, nyugodtan. Most bemegyek a fák közé, lehet, hogy szokatlan pár embernek, de a UAZ és a hasonló járművek szeretnek legelni. Ja, most mész oda a folyóhoz, vagy? Ennek a pályának az az érdekessége. Csak hogy így el tudjam mondani. Van gyakorlatilag egy baromi nagy... tisztás a közepén. Ja. Hát gondoltam, hogy jössz majd, és akkor majd a izét megcsinálod. Én meg addig ellátogatok a másik helyre. Utána meg majd még itt eszközölök valamit. Hát ha valamelyiknél lesz benyó. Hát ott a felső, és hát az északi garázs mellett lesz egy töltőállomás. Azon kívül nem tudom, hogy... Ja, de még van valahol. Csak az agyon messze van. Az egyik kocsinak a hátulján van. Ja, mert én a másik kocsira... Ja, mert másik kocsira izéttem most. Csináltam egy... Hát egy rönkrakót. Meg majd vontatok magammal, majd üzemanyagot, mert kelleni fog. Oda a rönkrakóhoz, majd oda pakolok egy kis benyát. Nem lesz elegendő, szerintem.
ahogy állunk. Az az érdekes, hogy ez az a kiváltképpen játék, aminél így szívesen elbeszélget az ember, mert hogy fogalmazok, a ilyen kamionos, meg az ilyen szimulátor játékoknál azért a kommunikáció egy olyan dolog, hogy szívesen csinálja már ilyenkor az ember. Igen. Meg így gyorsabban telik az idő. Úgy észre sem veszem, hogy már félúton már túl vagyok. Hát ilyenkor volt olyan, hogy haverommal 2 óra alatt megcsináltunk pályákat. Ujj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 
benned. Látom a Matrixot, mint Neo. Szikla. Meg aranyszabály, hogyha dősz, arrafele kormányoz. Tehát ha jobbra dől a kocsi, jobbra kormányoz. És akkor nem fogsz, nem biztos, hogy eldősz, na. Inkább fogalmazzunk úgy. Hát, próbálkozni azért lehet mindennel. Ja. Vannak érdekes momentumok. Tehát hogyha az ember látja, hogy dől, akkor két lehetőség, vagy abban az irányba kormányozol, amerre dőlsz, vagy kézifék és megállsz. És átgondolod az életedet. És imádkozol. Igen, és imádkozol. Én azt bírtam, hogy mikor elkezdtem, hogy bár szpintálni ezt, akkor mindig próbáltam tudni, hogy jó van, minél kevesebbet boruljak. Aha. De azért legyen valami látványosság is az egészbe. És itt van még a Loki ott. Van egyébként még baloldalt is a Fuel Station. Ja, az mondjuk jó messze. Hát szerintem azt nem fogom elérni. Kis híd, oké. Okay. Na ezen nem kéne leesni. Oké, okay, jó. Ez a Szentlélek tartja ezt a kis fahidat. Azt mondod? Hát vagy a Szentlélek, vagy a program. De ebben az esetben kettő ugyanaz. A Szentlélek programja. Az. Hát semmi baj nincsen. Ha ellakadunk mind a ketten, akkor elmegyünk a Kirovecér, vagy mi annak a traktornak a neve. Az mindent kihúz, az mindent is kihúz. Jaj. Én azt bírom, hogy úgy lehet leginkább haladni a játékba, hogy próbálsz tényleg a legészszerűbb elhaladni, és néha a legészszerűbb az, ha a köves úton mész. Igen. A sár az mindent elnyel. Az biztos. Ó, látom a garást, ez az, mindjárt ott vagyok. Én ahogy érzem, 80 literes benzinemmel, nem hiszem, hogy olyan túl sokáig jutok. Még mennyi kell abba? Hát elvileg 8 kellene, én még most 4-et tudok csak vinni. Úgyhogy még egy kört majd kell tenni, hogy ez a garázs feloldódjon. Mert lehet, hogy én teszek még egy kört. Jó. Addig felfedezem ezt a kilátót itt. Látott a kilátott. Látott a kilátott. Mert nem azért fedezzük ezeket föl, hogy bónuszpontra lejjünk á, de hogy is. Azért, hogy lássuk. Majd megcsináljuk vakon. Ja. De mégis úgy is lehet, hogy az ember már begyakorolta az egészet. Na várjál, bekötjük a szemedet. Na, és akkor én most megpróbálok eljutni gyakorlatilag arra a pontra, amire még el lehet. 60 literrel. Úgy eszi a benzin, mintha nem lenne volna. Na igen, annak az egy hátránya.
hogy nagyon zabál. Jó, próbálok úgy beállni, hogyha majd jövünk ide, akkor ne legyek útba. Négy, né? Négy garázs pontot lepakoltam. Jó. Én szerintem cserélek járművet, és a másikkal hozom a többit. Ja. Én meg átülök az uralba. Ami? Ez az. Abba van benzin alapból? Nem, nincsen. Ezt majd fel kell tölteni. Hát ha fel tudod tölteni, az baromi sokat segítene. Uh-huh. Legalább lelakkod, akkor tudjuk mindannyian használni. Ja. Na jó van, differenciázzal nem szórakozunk itt. Meg összkerék. Én azt bírom, hogy egy kicsit úgy látom, hogy megcsúszik a kocsi. Akkor szoktam csak benyomni a összkereket. Hát én igazából úgy vagyok vele, hogy néha kikapcsolom, és amikor látom, hogy automatán felkapcsol kettesbe, akkor összkereket is kikapcsolom. Azt amikor megsüllyedek, akkor visszakapcsolok mindent. Na például most. Már nem haladok semmit. Tényleg, Szobi, neked van jogsid? Van. Már vagy... Hát több mint 10 éve, ja. De nekem nincsen. Fullba nincs. Szeretném megszerezni, csak egyszerűen mindig elbaszok valamit, és ez miatt... Á. Mindig elfogy a Józsefvárosi piacon, mi? Igen. Valahogy így nincs pénz. Ja. Nem tudom, ez a pénzes mizériáim, amik szoktak lenni. Uh-huh. Én nem tudom jól beosztani sose a pénzt. De legalább próbálkozni, csak hát... Majd most. Megpróbálom. Közben így kijelölöm már, hogy a garázsponthoz el tudjak menni. Amit én felfedezek, azt te is látod, vagy? Persze. Mi akkor jó? Itt van az úton megyek. A balt vagy a jobbat ajánlod? Nem nézzük, hogy bal a jobb. Hát én... A bal a jobb. Igen! Én végig jobbra tartottam mindig. Én rácáfolok. Nem, én azt vettem észre a játékból, hogyha az ellentétes, tehát hogyha úgynevezett szemből, a menetirányjal szembeni oldalt választod, akkor megszivat a játék. Ha szembe sávba mész. Szívasson meg! Jaj, hogy vissza kelljen érted jönnöm, mi? Igen. Ez az. De én már egy kis kihívásra. Ja. Én nem adom magam annyira könnyen. Várj, akkor itt megállok. Megvárlak addig... Inkább, hogy ne kelljen túl sokat várni. Jaj. Was. Diváltulok az ugazba. Tényleg? Kipróbálta a belső néztet? Próbáltam, de hagyjuk. Ugye milyen rossz, mert nem látod, hogy magad körül mi van, és igen. Pont, hogy az lenne a lényeg. Az még hagyján, de tök sáros az egész izé szélvédő is, tehát így esélytelen. Azt bírom, hogy kijelöltem dolgokat. És így látszak így a vaksötétbe, csak valami farag. Aha. Olyan, mintha tudod, két szempár így megvillanna a sötétbe. Igen. A bokrosból. Utána kiderül, hogy igaz a bokor, amit megjelöltem. Mindegy, majd szóljon, amikor utolérted a kocsimat, aztán visszaülök.
Csak addig próbálok ezzel is haladni, hogy a kirovetszet feloldjuk, ha esetleg valami probléma lenne. A másik kettőt én már nem bírom feloldani, mert nincsen nekem rendes benzinem. Ha lesz, akkor kiváltképpen meg tudom csinálni azzal a kocsival. Az tök jó, hogy majd lesznek olyan pályák, ami tényleg ilyen vaksötétben így próbálom tapogatózni. Igen. Az utolsó az például olyan. A DLC-k közül. Hát majd arra is gyakorlok egyszer. Az a tök jó, hogy a DLC-ket úgy is tudjuk játszani, hogy nekem megvan. Na, nekem is csak a következő három pálya van meg. Vagy nem tudom, hogy mennyinek kéne lennie. Hát ugyebár 6 pálya az alap. Aha. Megnézem már a térképet, mert itt vagyok gyakorlatilag rajtad, szóval még nem megy rá. Jó. Jaj! Nem tudom miért, de ebben a játékban tényleg ezt a sárrendszert ezt nagyon jól megcsinálták. Az biztos. Hát, ügyesek voltak. Túlmentem rajtad. Túl vagy rajtam. Túl vagyok rajtad. Ez az. Ez az. Köszi. Ura C. Oké, ez az. Jó. Ja. Lámpát fel kéne kapcsolni, mert nem fogok látni semmit. És nem a lövető a lámpa. Hát nem. Próbálkoztam. Az a helyzet igazából, hogy nagyrészt kontrollerrel játszottam. Aha. És azért furcsa nekem. Mindenesetre a T betűvel is lehet fékezni. Csiripelnek a madarak. Az éjszaka sötétjében. Nálam bugyognak a békák. Hát még az úgy értelmes is. Igen. De húgás, azt nem hallok. Hát azt most így ilyen sem. Jaj. Ki akar kapcsolni a monitor? Így. Ki akar kapcsolni a monitor? Ja, áll végülis tévé. Nálad is szoktak ilyen technikai problémák lenni? Igen, nálam is szokott lenni ilyen, igen, hogy a tévé be van kapcsolva, és 4 óra után is szól, hogy ja, hogyha nem nézed, akkor kikapcsolódok. De nézem. Ki találta ezt ki? Egyébként, nem tudom, szoktál így unblock tévét nézni? Mostanában már nem. Én eléggé régóta nem nézek már tévét. Nem akarok hülyeséget mondani, így már 7-8 éve. Hát... lehet, hogy... ja. Nem tudom, a karácsonyi Kevin az számít? Azt még szabad. Ja jó. Ezt megengedjük. Oké. Okay. Egyébként gondolkoztam, hogy lehet, hogy mindig változtatni kéne ezek a hagyományok egy picit. A Kevint azt például már 8 éve nem láttam. Azt hiszem, az utolsó, amit láttam a reszkesre betörőből, a 4. rész. Hát én barna láttam volna. Borzalmas. Nagyon borzalmas. Mondjuk a 3 is borzalmas, úgyhogy tök mindegy. Én már a 3-at sértettem, hogy az miért létezik. Igazából... ott volt, hogy a 3. részben akarták visszacsábítani Kevint. Kevint! De nem is került. Úristen, megtörténik? Lehetséges? Nem hiszem. Nem akadtam el. Nem akadtál el, nem? Mondni fog az? Imádom, ilyen picit húzok magam, utána kész is. Ja, már itt volt egy kidőlt fa. Igen,
Egy kidőlt fányi esély. Látom, nagyon benne vagy a seggembe. Jó, hát szép lassan haladunk, hát semmi probléma. Megoldjuk. Jó, hát nekem kicsit egyszerűbb, mert nem szállítok semmit, nincs súlyom. Annyira. Hát, ja, a benzin azért rányom ezzel pár tonnát. Mondjuk az kicsi, kicsi váljasz, ugye? Nem, ez egy 900 literes. Ez egy, hát... közepes, Ja, fél. akkor ja, akkor az tényleg súlyos. De még üres, úgyhogy... még nem gáz. Tényleg? Vannak olyan játékok, amiket mindig újra szoktál játszani? Minden évben. Ja, minden évben. Olyan sajna nincsen. Néha így rám törnek így régi nosztalgiák, akkor azokat végigtolom. Ilyen például a Witcher, vagy a Skyrim, vagy a Dark Souls-ok. De amúgy... nem nagyon. Nálam mindig a Bioshock volt az ilyen, hogy azt végigviszem minden egyes évben, mind a három részt. És akkor jön így a kérdés, hogy hogy van ennyi időd? Hát figyelj, ha jól beosztja az ember, annyi ideje van, amennyit akar. Ja. Pedig én eléggé sok hobbival rendelkezek, szóval én zenélek is. El szoktam itt magamnak zenélni, zongorázok, gitározok is. Én ezekkel el vagyok. Meg nagyon-nagyon ritkán szájharmonikázok. Az zsíros. Nem zsíros, szájommal fújom. Jó, hát persze. Úgy lenne, hogy zsíros lenne. És tényleg jobb lett volna a jobb oldalt még. Hát, igen, ezt mondom. Nem baj. Nem baj, haladok. Érzem a haladást. És gondolj vele, amikor egyedül játszottam. Nem biztos, hogy ezen a pályán, szerintem a negyedik vagy az ötödik pályán volt az, hogy így meguntam az egészet. És két kamion, plusz pót, mindegyiket megpakoltam fával, és gyakorlatilag önmagamat húzattam. Én is csináltam ezt. És mondom, hogy így nem, nincs az az Isten, hogy mondom, hogy kétszer végüljek ezen, két kamionnal. Mondom, nem. Inkább húzatom önmagamat. Még egy örökké valóságnak tűnt, de sikerült. Azt gondolom, hogy nem öt kerékkel tudok ennyit haladni és... Na persze, mert az nagyon nehéz. Az a négy pontos garázs. Jó, menj előre. Én azt mondom. Amennyire tudsz, menj előre. Ja, megyek. És ha tudsz hozzá, benyújt. 42-nél vagyok. Én 72-nél. Jó. Igyekszem. Mert 18-at, 19-et fogyaszt. Ja, én is csúszott. Most így eszembe jutott, nem tudom miért te ez a zene, hogy annyira élvezem én a strandot. Most akkor ezt így kicserélném, hogy én annyira élvezem a sár. Itt a hidon lehet spórolni. Összkerékkel, differenciálzárral, mindennel. Addig, amíg az ember el nem süllyed. Azt gondolom, hogy az enyémnek nincsen differenciája. Alapból? Alapból. Oh. Mert én a kettő alapjárművel jöttem. Hát én is azokkal. Alapból kiválasztott nekem a game. Csak az a gond, hogy itt az első pályán már meg lehet szívni elég erőteljesen, mert a három csillagos az hogy valahogy még bírja. Utána egyre könnyebb lesz a játék. Ja. Aztán azért van, mert ugye bár belejössz egyre jobban, de ez alapban egy nehéz játék. Nem tudom, mert ugye én is azokkal jöttem, amivel alapból ajánlotta a rendszer, és mind a kettővel volt differenciálzás, csak ott ugye egyesbe kellett ugye pakolni. Ugye ott jobb alul van az a... izé... sebességváltókar. És hogyha ott föltolod egyesbe, akkor ugye csak egyesbe tudsz menni, és akkor bekapcsol a diffizer.
tényleg. És rutatok minden? Csak én még többet fogyaszt. Nem fogyaszt többet amúgy. A diffuzornak semmi köze hozzá, az összkerék miatt fogyaszt többet. Ha az összkereket kikapcsolod, akkor ugye lecsökken. Csak diffuzornál figyelni kell, hogyha felgyorsul a szekér, akkor gyorsan ki kell kapcsolni, gyorsan ki kell venni. Egyesből, meg különben szétcseszi a motort. Ez az, sikerülni fog? Maradt 40 liter, ez az. De odaérek. Egyszer. Valamikor. Talán. Hát, figyelj, megpróbálom a legkönnyebb megoldással átvészelni ezt a pályát. Legalább, hogy haladjuk egy picit. De... Ugyanis csak ez gyakorlatilag nem haladok. Nézzük, tüttő állomás. És kitölt a fal! Hát! Ide úgy látszik, nekem kelleni fog majd a segítséget. Jó. Vigyek üzemanyagot, vagy csak húzzalak ki? Hát nem kell kihúzni, csak maga az üzemanyag hiányba szenvedett, mert négy darabom van. Négy literecském. Aha. Na jó. Hogy a francba fordulok én itt meg? Nem lesz ez így egyszerű. Fránya! Akkor várva. Közben nézem, hogy fordulsz. Gáz. Közben azért így felfedezem egy kicsit így térképet. A másik kocsimban. A Chevrolet! Mert nem hiszem, olyan túl sokat dolgot tudnék csinálni. Tehát Istenem, úgy segéljem. Bármi lehetsége szerintem. Szekered. Nem látom a térképen. Nem látod? Nem látom a térképen, nem mutatja. Komolyan. Téged látlak, hogy ott vagy a garázsnál, de amúgy a szekered azt nem. Látod egyébként azt a pocsaját, ami előtted lesz? Helyek közben. Tudod, a híd előtt. Ja, hogy a hídon még át sem mentél. Nem mentem még át, aha, még azelőtt vagyok. Oké. Okay. Odaig kéne elmened, én meg addig felfedezem a másik kocsit. Jó. Ha fel tudom fedezni ezzel a kocsival egyáltalán. A Chevrolet nem a legerősebb. De az pont felfedezőnek van. Az a kocsi. Meglátjuk, hogy mit tör belőle kihozni. Akkor a gönnyösség az... Nem mutatja, nem baj. Nem baj, jön fel a nap, biztos észre fogom venni. Hát, szerintem látni fogod. Én addig itt elügyeskedek a másik pontig. No. Nem süllyedünk. Elkezdtél süllyedni? Ja, kijöttem ide a szélére, inkább. Futó homokcsapda. Egyébként, mikor elsőnek kipróbáltuk a DLC-s pályákat, az első DLC-s pálya az egy ilyen kamionos. Ez nagyon furva ilyen kamionos pálya, amerikaias. Úgy de szépen mondtam ezt, amerikaias.
és az egy baromi szórakoztató pálya, de haverom kétszer is megszívta vele. Ő jobban érte ez a játékhoz, de mégis ő szívta meg vele többször. Egyszer ugyebár ő hozta az amerikai gyártmányú Hammerért, és a Hammerről annyit azért tudni kell, hogy nem igazán fordulékony, de ezt nem kormány szinten kell értelmezni, hanem úgy értelmezni, hogy nem tud gurulni. És hát a haverom fölborult vele. Ez az. És nem tudtuk visszaborítani sehogy. Gyakorlatilag csináltunk belőle egy szánkót. Így mikor én húztam, ő meg beült a kocsiba, akkor gyakorlatilag ilyen fejjel lefele szánkózott egész végig. Az mondjuk látvány volt. Na, meggyüttem. Meggyüttél? Meggyüttem. Csak szürke itt a szekered. Azonnal csak kiállok én a útpatkára. Ami igazából víz meg se. Na, gyors, akkor... Hopp, kenyeret csortam. Szerintem már belém vettél! Köszönöm. Na. Ennyi okay. Elég lesz. Te leraktam, ennyi elég lesz? Ennyi elég lesz. Jó.